Bár a Hungarian Football League következő idénye csak jövő tavasszal rajtol, az egy év harmadosztályú szereplés után a legjobbak közé visszatérő Nyíregyháza Tigers már elkezdte az építkezést. Ennek első lépéseként szerződtették az amerikai Troy Rice, aki már szerepelt a Tigriseknél, az utóbbi három évet azonban a Miskolc Steelers csapatánál töltötte az elkapó játékos. Rice tavaly bajnoki címhez segítette a borsodiakat, úgy, hogy őt választották a döntő legértékesebb játékosának. Kétségkívül az egyik legtehetségesebb Magyarországon játszó játékos, és ez egy olyan hát erős hátországot jelent az edzőknek is és a játékosoknak is, ami megadja nyugalmat ahhoz, hogy tudjunk vele mindenféle taktikai és erőléti szempontból is készülni. Valószínűleg minden HFL csapat örömmel látna a soraiban Troyt, de azért örülünk, hogy minket választott. A fiatalok képzésében is szerepet vállaló játékos elmondta, hogy szeretné bajnoki címhez segíteni régi új csapatát. Úgy érzem, én vagyok az egyik legjobb játékos a ligában. Jelentős szerepem volt abban, hogy a Miskolc Steelers-szel kétszer egymás után a döntőbe jutottunk. Az egyiket megnyertük, a másikon nem tudtam játszani, azt elvesztettük. Továbbra is bízom magamban, azért vagyok itt, hogy segítsek a csapatnak. Rice szerződtetésével csak az első lépést tette meg a Tigers, a közeljövőben újabb játékosok csatlakoznak majd a csapathoz. Nagyon nagy az érdeklődés, több mint 70 e-mailt kapok szinte minden héten különböző játékosoktól. Nem titok, hogy megvan már a szerződés az amerikai vezetőedzőnknek is, nevét viszont nem tudom még sajnos nyilvánosságra hozni, mert még folyamatban lévő bajnokságban érintett, és annyit kért, hogy ez minden legyen publikus, és valószínűleg a szabályokat a lehetőségeknek megfelelően ki fogjuk használni az import és külföldi játékosunk kosaink számára nyitva álló roster helyeket. Az új szabályok szerint 10 külföldi játékos lehet a keretben, közülük 4 lehet amerikai. A 4 tengeren túli focista közül egyszerre csak 2 lehet a pályán. A Tigershez kapcsolódó hír, hogy elkezdődött az U19-es bajnokság. A Tigrisek a nyitófordulóban 20-13-ra nyertek a Wanderers ellen. A nyíregyházi fiatalok vasárnap a Miskolc Steelers együttesét fogadják.